podcastok, ez itt a Belemelés a Hetbe lesz, tehát kézzel oda a podcast. Nem is tudom, hogy volt-e még ez a hármas, mert én Víg Martin vagyok, és ma Pál Tamással és Eperjesi Tiborral fogunk beszélgetni. Úgyhogy a témánk pedig természetesen főként a magyar válogatott szereplése lesz, illetve igyekszünk majd kitekinteni a többi csoportra is. A magyar csapat ugye tegnap 31-30-ra egy elképesztően kélezett mérkőzésen vert a Portugáliát. Hát nem tudom, ti hogy vettük le, de nekem igazi érzelmi hullámvasút volt ez a meccs, mert mikor ott az 50. perc környékén meg volt a 3 gólos előny, akkor én már inkább abban gondolkodtam, hogy nyerjük meg ezt 3-4 góllal, hogy a körbeverés szempontjából is biztosan jó legyen, de hát aztán meg az 1 gólos győzelemért kellett 10 gólni, szóval azért meleg volt. Igen, hát nem voltam jelen. Nyugodtan. Nem voltam jelen, ugye ti ott voltatok mind a ketten a mérkőzésen. Én ugye egy másik városban tegnap előtt voltam mérkőzésen. A szegedi csoportokat néztem. Annyit azért szegedi csoportot néztem. Ami átjött, hogy az a fajta görcsösség nem múlt el teljesen, amit mi az első nap, az első magyar mérkőzésen láttunk. De minthogyha ez már egy picit könnyedebb játék lett volna, nagyon sok hiba még ugyanúgy látható volt, akár a tévén keresztül is. Nem tudom, ti mit láttatok. De ezek abszolút a gyermekek még hibák, amik az első meccsen voltak, ezekből azért kevesebbet láttam tegnap. Igen, hát itt az adás előtt egyébként beszéltünk róla, hogy a hollandok elleni mérkőzéshez képest ugyanabban léptünk talán viszonylag nagyot előre, hogy ezeket a nagyon gyermetek technikai hibákat le tudtuk redukálni minimálisra. Így is volt azért egy néhány, ami előfordult, és még mindig lehet érezni a srácokon, hogy óriási a nyomás, ráadásul ugye ez nem lett kevesebb az első mérkőzés óta, hiszen ugye azt ugye vereséggel kezdtük, tehát nyilván nekünk ez egy élethalál harc volt, ez a tegnapi mérkőzés, és ez meg is látszott rajtuk, hogy nem mindenki merte minden helyzetben felvállalni azt, amit egyébként felvállalna magától, úgyhogy ebben abszolút egyetértek. Igen, és ti egyébként hogy látjátok, mert nekem megmondom őszintén, hogy az elején, ahol talán 3-0 is volt a portugálok, vagy így nagyon rossz volt a kezdés, és én akkor megijedtem, hogy tulajdonképpen így ugyanaz az a meder, ugyanabban a mederben fog folytatódni az a szereplés, ahol eddig voltuk, és aztán abból azért fel tudott állni a csapat, és voltak jó egyéni teljesítmények, viszont ami szerintem tovább is óriási probléma az a védekezés, mert azért tegnap is vagyok be őszintén, hogy középen, hát nem ugyanúgy, ahogy a hollandok, mert ők inkább ezekre az egyekkel, de hogy gyakorlatilag akkor is úgy játszották meg a portugálok a beállót, ahogy akarták, és semmilyen fegyverünk nem volt az ellen. Igen. Az elmúlt évek szoktunk ahhoz, hogy a magyar válogatott egy masszív védőfallal rendelkezett. Biztos emlékeztek rá a tavalyi VB, a tavaly előtti EB-n is szerintem kevés szó illethette a védekezést. Most valahogy ez az idei felállás, nem tudom, volt ideje a válogatottnak valamennyit együtt készülni. Szerintem nem is nagyon hiányoztak játékosok fertőzés vagy egyéb betegség sérülés miatt, de valamiért ezt most én nem látom azt, hogy ez a fal együtt jól mozogna, meg lennének azok a reakciók a támadójátékra, amelyeket ezen a szinten már elvárhatnánk. Igen, hát ugye ez egy két év dolog, mert ugye a hollandoknál nagyon egyszerűen meg tudtuk olyan tekintetben magyarázni, hogy bár nem érhetett minket váratlanul, de ugye a kis, alacsony, rendkívül gyors, erős atlétikus játékosok a gyors kereszt mozgásaikkal abszolút össze tudták kuszálni, ugye a magas, nagy darab és kicsit ezáltal egy picit lomhább védőinket, és be tudtak bujogatni a pici helyeken. Ezt azért ugyanígy a portugálokra azért nem mondhatjuk el, mert bár van ugye egy Rui Silvájuk, aki hasonló felépítésű, mint a hollandoknál, ugye a legtöbb játékos, de azért a többiekről ez ugyanígy nem mondható el. És mégis a 7-6-tal is meg tudtak minket az elején viccelni, aztán ez ugye a második fél időre szerencsére már javult, ott már azért volt egy-két elcsent labdánk ugye a beállónak bejátszott passzok közül, úgyhogy annak rendkívül örültem, mert szerintem azzal léptünk egyet előre. Az első fél idővel viszont rendre megvicceltek minket, nagyon könnyen bújtak be, és
ami érdekes volt, hogy nagyon sokszor játszották magukat igazából teljes zicser helyzetbe. Tehát amit én például magunktól hiányolok, hogy én még úgy Isten igazából egy olyan helyzetet nem láttam, amikor annyira elküldünk egy védőt, hogy teljes zicser tudjunk lőni, tehát ilyen egy az egyezésekből betörések, egyéni akciók, ezek mennek, vagy egy páros kapcsolat a beállóval, de úgy Isten igazából zicsert én egy kidolgozott helyzet végén még nem sokat láttam, maradjunk ennyiben. Igen, hát itt a másik fél időben is, mikor végül is sikerült a magunk javára billentyűre mérleg nyelvét, akkor is inkább ilyen partizan akciókból születtek a gólok, tehát hogy a Lékai fölvállalt az egy az egyet megcsinálta, előkészített egy átlövőnek, nagyon messziről belőtte, és a Holland meccsen is abszolút ez volt a jellemző igazából. De ha már egyébként a Lékairól beszéltünk, szerintem ő az egyik, akit gyakorlatilag mind a két meccsen lehetett dicsérni, még úgy is, hogy az első mérkőzésen ugye volt neki ez a két nagyon buta kiállítása, de itt a második fél időben, vagyis hát itt a második meccsen is, a második fél időben is azt éreztem, hogy ő teljesen magára vállalta a felelősségét, és ugye ne feledjük, hogy az utolsó időkérésen ugye ő volt az egyébként, aki azt a figurát bemondta, aminek a végrehajtásával végül ugye Máté Dominik gólt szerzett. Tehát őt én mindenképp kiemelném, Máté nálam egy kicsit, nem tudom, kétesebb a teljesítmény, mert bár nagyon sok gólt szerez, de egyrészt azért sok lövésből, tehát hogy a lövő hatékonyságán lenne még mit javítani, a másik pedig, hogy védekezésben őt érzem egy kifejezett gyenge pontnak, hogyha kettest védekezik, tehát hogy ott szerintem egy picit még mindenképpen javulnia kellene. Viszont, ami az igen. Első mérkőzésen, mondjad? Én bocsánat, csak annyit reflektálnék a Máté védekezésre, hogy viszont nincsen nagyon sok alternatíva, és ha megnéztétek most pont a második meccsen is, ugye beküldték Ancsint is egy kicsit, de ő se bizonyult elég jónak, és a legvégén már Ligetvári védekezett kettesben. Igen. Ott, tehát hogy annyira nincsen megoldás egyenlőre sajnos jobb kettes pozícióra védekezésben. Egyébként a Ligetvárinak a kevés játékát ti mivel magyarázatok? Mert nekem az egy kicsit furcsa, hogy ő nem kapta lehetőséget. Semmilyen szinten nem tudom megérteni, bocsánat, Tibi, mert ezt most el kell happolnom előled kicsit ilyen Veszprémi vonatkozásban, ugye csak azért mondom, mert hogyha végignézitek a Veszprém BL és magyar bajnoki mérkőzését, tehát rendre ez az összeszokott ligetvári sipos páros volt az, aki a Blagotinsek sipos páros mellett egyébként az egyik legjobb védő teljesítmény nyújtotta szerintem idén, úgyhogy nekem abszolút furcsa volt, hogy ezt a jól összeszokott kémiával rendelkező párost nem alkalmaztuk így többet ezen a nyitányon. Én értem Topicsot is, hiszen ő is kiváló védő, de azt gondolom, hogy ha van egy olyan páros kapcsolat, ami egy klubban jól működik, ilyen lehet mondjuk egy Bodó-Bányidi páros. Tehát, hogyha van egy alapvető kémia, amit be tudok vinni a csapatba, akkor szerintem az egy előny lehet másik csapattal, vagy másik csapattaggal szembe, előnyben kellene részesíteni, és én azt gondolom, hogy ha ők jól tudtak együttműködni a klubcsapatukban, akkor ezt most többet kellett volna használni. És olyan fura volt, mert hogy a Ligetvári nem vétett hibát, és ennek ellenére egy idő után ugyanúgy lekerült a pályáról. Tehát, hogy nem tudom, mi volt az oka, nem tudom megmagyarázni, megmondom őszintén. Ezzel egyetértek veled, Tomi, egyébként, hogy azokat a szinergiákat mindenképpen használni kell, amik a klubban kialakulnak. És igazából elképzelhető, hogy nem is mindig a legjobb hármas védőpárossal vagyunk fönt. Lehet, hogy a cseréknek a száma miatt. Én még ettől ezen gondolkodok, hogy már így is kritikus mennyiségű a cseréink száma, ugye legtöbb esetben kétszer cserélünk támadás-védekezés közepette. Ha még mondjuk a Ligetvánit is hozni kellene a másik lövő, Ligetvánit is le kell hozni egy másik lövő kedvéért, akkor az már három csere is, az már egy nagyon-nagyon-nagyon nehezen kezelhető dolog. Talán ez az egyetlen magyarázat. Igen, de ugye Ligetvári támad is. Tehát, hogy ő már... Azt azért kevesebbet támad a Veszprémben. Tény, azért, ez tény, de... Be. Ez oké, okay, de hogy szerintem nem kellene őt támadásból kihagyni Veszprémbe sem egyébként, hogy meglássuk, hogy valóban képes-e azokat a lövéseket megtenni, de én azt gondolom, hogy valószínűleg egy-két támadásban mert elmentesíthetné Szitánt, de ugye itt a második számú opciója, az pedig a Bodó jelen pillanatban. Ő pedig ugye láttuk, hogy a kettes védekezéssel azért még mindig van. Adilával, igen.
Igen, De sajnos. ugyanúgy egyébként a védekezés egyébként kicsit se, tehát kicsit azért nem tetszett a Zolinál sem, valamint a Domándi Dominiknál sem voltak jók ezek a kettes kimozgások, és azért rendre-rendre kaptuk, főleg a hollandok ellen egyébként nagyon sok gólt kaptunk a kettes védő pozíciójából, de szerintem tegnap is azért számolhattuk bőségesen. Most egyébként nincs előttem ilyen jellegű statisztika. Másik, amit belekezdtél, és ebben elmondanám a véleményemet, hogy olvastam azt a véleménycikket, amit egy másik hasában írtál ma, Martin, a Lékai Máté megítélésével kapcsolatban. És hát azt kell mondjam, hogy valóban visszamenőleg a többi világeseményt, hogyha végig gondoljuk, azért valamiért a szurkolói lélekben mindig a rosszabb periódusok maradnak meg, és az ég bele a kedves szurkolónak a veszélybe, de hogy az elmúlt 2-3 világversenyen mekkora, mennyi, milyen sokat köszönhetünk mi ennek a Lékai Máté gyereknek, azt azért érdemes volna mindenkinek végig gondolni, mint ahogy te végig is vezetted ebben a kis véleménycikkben. Hát a döntő erre a 2-3 világeseményre gondolsz, és mi van a londoni olimpiával? Amikor igen. Az izlandiak ellen ülött az egyenlítő gól. Igen, tehát, jó, csak az már ugye nem most volt. Tehát most az én értem, de hogy akkor, igen, de akkor nem csak, tehát hogy igen. Azt kellene végig gondolni, hogy eddig mit tett le az asztalra. Akkor ugye addig konszenzus volt a jó megítélésében, de az utóbbi pár évben, ugye amiről beszélünk, többször érték olyan vádak, amiket ugye Martin emlegetett, hogy talán voltak kisebb súlyproblémák, meg stb. Én azt gondolom, most döntőhelyzetben jó játékot hívott, döntőhelyzetben hetest vágott be, és mind a két mérkőzésen a második félidőben vezére volt ennek a csapatnak. Amikor ugye az erősebb félidőt mind a kétszer az ő vezéletével kezdtük meg. Nagyon nagy dicséret érdem, tehát nagyon-nagyon szerepe volt a tegnapi győzelemben is, de hogyha a hollandok ellen nem hozza azt, amit hozott, akkor ez még csúnyábbnak tűnik így számomra, amit ott, ami a végeredményben kialakult. Igen, meg tehát, a Máté. Ja, magyar, fejezben nyugodtan. Nem, nagyjából végeztem. Mindenesetre egyetértek mind a kettőtökkel, hogy talán a magyar közlemény egy kicsit hamarabb kritizálja Mátét, mint amennyire kellene. Nekem egyébként a Mátéban az a nagyon csodálatos így a játékát tekintve, hogy szinte évről évre úgy érkezik a világversenyekre, hogy nincs jó formában. Most se volt jó formában össze Veszprémben. Tehát arról beszélgettünk végig, hogy úristen, mi van a Lékai Mátéval, és valahogy a válogatott eseményeken szinte mindig tudja hozni azt a teljesítményt, amit a kezdő irányítójától elvár a szövetségi kapitány meg a közvélemény. És az évről évre így megy, és valahogy a válogatott eseményeken mindig kijön belőle az a formát. Emlékezzetek vissza, tavaly gyakorlatilag cseré nélkül tolt végig 6 mérkőzést, úgyhogy szinte abból 5 világklasszis teljesítményt nyújtott. Tehát, hogy igen, én... Igen, és ami fura, hogy ugye Veszprémben nagyon egyértelmű volt, ugye volt most ez a csapatkapitányváltás, ugye, hogy őt lecserélték Laugére tulajdonképpen, és ő már csak egy ilyen alternatív lehetőség van, és megmondom őszintén, hogy ott teljesen jogosnak éreztem, tehát ott én nem éreztem őt abszolút vezéregyéniségnek, és itt ugye ott van egy Báhidi Bence, aki ugye a Szegednek lett a csapatkapitánya, aki abszolút egy olyan karizmatikus személyiség, akinek jól áll ez a kapitányi szerep. Itt van a Mikler Roland, aki most ugye rangidősként, meg egyébként is ő lett ugye a magyar válogatottnak a csapatkapitánya, de hogy én az igazi vezérnek itt a Mátét érzem, és nem csak ez alapján, a két meccs alapján, hanem egyébként a mostani világversenyeken is azon nyújtott teljesítményéről, tehát abszolút vezéregyéniség ennek a csapatnak jelenleg. Igen, egyébként, hogyha Mikler szóba került, akkor igazából beszélhetünk a kapus kérdésről is, ugye, hát szerintem Székely Marci az a játékos, aki így igazán sokat profitált eddig ebből a világversenyből, így a magyar válogatottat tekintve, mert mind a két mérkőzésen fantasztikusan szerve, és ami szerintem nagyon fontos, hogy mind a két meccsen úgy szerve, hogy rögtön egy zicser védéssel kezdett, és ez szerintem nagyon fontos, mikor így csereként bejön egy kapus, akkor hogyha rögtön hozzá tud tenni, az neki is sokat tehet az önbizalmához, és akkor itt egy zárójeles megjegyzés, ami így kiderült, hogy csak az én szememet szúrta, ugye, hogy hogy ezen a második csoportmeccsen történt egy olyan eset, ugye, amikor a Miklernek az elején nem voltak annyira védései, bár
Most azért volt egy két-három védés, de hogy azért nem nyújtott kiemelkedő teljesítményt, akkor ugye a szurkolók rögtön Székely Marcit követhették, és ebben, hogyha jól értettem az előbeszélgetést, akkor így konszenzus van köztünk, hogy ez nem feltétlenül volt a helyén, meg ez talán nem a legjobb megoldás, mert hogy nyilván a szakmai stáb is pontosan tudja, hát az előző meccsen is becserélték Marcit, emellett azért szerintem Rólinak van egy olyan respektje, hogy én egyébként azt sem tartom taktikai hibának, hogy most még vele kezdtek. Igen, itt három dolgot szeretnék megemlíteni kapásból. Az egyik az, hogy én is beszéltem Marcival, és amúgy is szerintem nagyon korrektőle, és ha megnézitek a nyilatkozatait, mindig óriási tisztelettel nyilatkozik a Roliról, és mindig hálás, hogy ő mellette tanulhat. Ugye a Marcinak volt az elmúlt években ilyen szerepe, ha visszaemlékeztek, ugye Szlovénia ellen is, amikor ott bejutottunk világversenyre, ugye akkor is Marci mentette meg a seggünket, és bocsánat, hogy ilyen vulgárisan fogalmazok. Ez az egyik dolog, a másik dolog, hogy nagyon-nagyon sok, tehát itt a szurkolókról szeretnék beszélni, visszatérek egy fél évvel ezelőttre, amikor annyi szurkoló mondta, hogy mit csinál ez a Székely Marci, mi most tényleg elmegy abba az Eurofam csapatba, azt tudjuk, mi az, hol van, mit csinál, és nézzétek meg, rengeteg játék lehetőséget kap, első számú kapus, véd az Euroligában, versenyben van a Várdász Kopjével, ugye az első helyére a Macedón bajnokságban, és ez történik akkor, hogyha egy ilyen csapathoz igazol. Tehát, hogy ezt kell végig gondolni mindig egy szurkolónak, hogy megnézze a játékosnak a szemszögéből ezt a dolgot, vagy egy nagyon picit mögé nézzen, azon kívül, hogy ja, a Marcia Veszprémből először Portóba, aztán egy szar macedón csapatba megy. Hát ezért ment abba a macedón csapatba, kérem tisztelt közönségünket, hogy megnézze azért, hogy majd itt ezen az Európa-bajnokságon ilyen teljesítményt nyújtson. És akkor rá is térek mindjárt a harmadik dologra, tehát innen gratulálunk Marcinak ez a két meccsen nyújtott teljesítményhez, és a Rolit szeretném így harmadik tekintetben megvédeni, mert szerintem ő megint csak egy olyan játékos, mint a Lékai Máté ilyen tekintetben, még ráadásul jó barátok is, hány olyan alkalom volt, amikor ő olyan teljesítmény nyújtott, amivel nagyon-nagyon sok boldog pillanatot szerzett ennek a magyar közönségnek. Igen, valóban nem volt ez egy szerencsés dolog, hogy a szurkolók Marcit követelték, de én innen üzenem Roninak, hogy mi szerintem mindannyian pontosan tudjuk jó, hogy mire képes ő, és hogy hány ilyen meccset hozott már ő le extra klasszis teljesítménnyel, úgyhogy bízom benne, hogy ő magára talál, és meg fogja tudni mutatni azt, amire ő egyébként képes, tehát hogy szerintem semmi baj nincs ezzel, nem kell őt leírni ezzel a két meccs alapján. Jó, akkor én is mondok két mondatot ebből a szemszögből. Ugye én azt gondolom, hogy Mátéval ellentétben viszont Rolandnak az őszi formájára egyáltalán nem lehetett panasz. Ugye a Szeged meccsein kimondatlanul a BL szezon egyik legjobb teljesítményét hozta elő. Most az első két meccsen valóban szerintem a kevesebb védés százalékot tud felmutatni, ami köszönhető annak is, hogy egy-két lövést nyilván belőle tudtak készülni, azért tegyük hozzá, hogy tudják azt, hogy mit véd, mit fog jól, tehát azért ő 15 éve már a legnagyobb csapatokkal néz szembe folyamatosan, tehát tudják nagyjából azt, hogy mi az ő gyengéje, mi az ő erőssége, ezt mondanám egyik pontnak. Másik esetben viszont elképzelhető, hogy a mérkőzések elején, amikor mi ezt a sok hibát elkövettük, és főleg amikor a Roland állt a kapuban, akkor valószínűleg a védekezés sem segítette annyira az ő védéseit, nagyon sokszor kiszolgáltatott helyzetben volt. Én azt gondolom, hogy bizakodjunk egy hónapi továbbításban, és lesz itt még Roland, én azt gondolom, kiemelve nagybetűvel, hogy hoz ő védéseket, talán már holnap. Egyébként. Úgyhogy fel a fejjel, Roli, itt nincs semmiféle probléma, megyünk előre tovább. Beszéljünk is egy pár szót a holnapi meccsről, ugye így az elején a matek részét letudva, ugye a biztos továbbítás az egy 3 gólos győzelem kell, akkor ugye nem függ a másik meccs eredménytől a magyar csapat továbbítása.
Ennek ellenkező esetben viszont ugye, hogyha egy-két gólos győzelem születik, akkor szurkolni kell, hogy Portugália pontot szerezzen. Ha meg ugye döntetlen vagy vereség, akkor ugye kiesik a magyar válogatott, hogyha jól gondolom, és ahhoz, hogy pontot is vigyen a középdöntős csoportban a magyar csapat, az mindenképpen az kellene, hogy Portugália legalább egy döntetlent hozzon Hollandia ellen. Tehát azért az esélyünk nem igazán jó, de én nem is tartom egyébként elképzelhetetlennek egyik forgatókönyvet sem, már mint a számukra kedvezők közül sem. Én egy nagyon-nagyon picit borulátó vagyok, és ezért elnézést is kérek, de ugye eddig a látottak alapján, ugye az első meccsen találkoztunk Hollandiával, akik rendkívül jó játékot mutattak, és sajnos ezt, ebből nem vettek vissza Izland ellen sem, tehát egyszerűen űrkézi abda, amit mutatnak, ezzel a szátlan magassággal egy hihetetlen gyors, robbanékony jó csapat, akik nagyon-nagyon elkapták az izlandiakat. Végén ugye nem sikerült győzelemre vezetni őket, de hajszálon múlt. Tehát, hogy 13, vagy 12, vagy 13 gólt dobott a Smith. Tehát, hogy ez valami elképesztő, amit művelt a pályán. Olyan akrobatikus mozdulatokat mutatott be. Tehát, hogy én most a portugálokból csapat valahogy közepe, nem... gyerekek, az a középső hármas, az csodálatos. Az valami brutál, igen. Ráadásul így majdnem, hogy aláírták a kiesésüket, ugye így. Tehát, hogy milyen elánnal fognak ők majd belemenni ebbe a harmadik számukra már majdnem, hogy érdektelen mérkőzésbe, ez ugye kérdéses, tehát hogy itt már azért, hogyha belegondolunk, nagyon sok BL szereplő játékos van benne, nem gondolnak arra, hogy na jó, akkor ezt most már hozzuk le sérülés nélkül. Nyilván persze, oké, válogatott mérkőzés, mindent bele fognak adni, de egy picit félek attól, hogy ugye a hollandoknak még bőven van továbbjutási esélyük, ők mindent meg fognak tenni, és ha olyan játékot mutatnak, amit az elmúlt két meccsen, akkor én itt egy nagyon-nagyon egyoldalú hollandra tenném a voksomat, sajnos, és amit pedig Izland mutat, az se egyszerű, mert ők egy ilyen Hollandia kettő, csak annyi, hogy ők még magasabbak és erősebbek, iszonyat gyorsak lábbal, tehát hogy megint azzal a problémába fogunk beleütközni, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz őket lekövetni lábbal. Jók a lövőik, távolról is veszélyesek, akár ugye Aaron Palmerszonra gondolok, kiváló szélsőik vannak, ugye most kettőből kétszer a jobb szélsőjük, ugye a Kielcében játszó Gudjonsson kapta meg a meccs embere címet, ugye 7 meg 8 gólokkal meccsenként, és ahhoz van két kiváló kapus. Tehát, hogy nekünk is nagyon nehéz dolgunk lesz Izland ellen, rendkívül nehéz, főleg így, hogy ugye rajtunk van megint ez a hülye matek betegség, hogy számolunk, hogy na majd akkor nyerjünk kettővel meg hárommal, hát először azt mondom, hogy nyerjük meg azt a mérkőzést, és mellette meg kéne egy olyan Portugália, aki hirtelen magára talál, és a 7-6 ellenít, ahogy ők tudják, azt hozzák majd Hollandia ellen. Nem tudom, hogy ti mit látok. Ez egy baromi kiegyensúlyozott csoport. Baromi kiegyensúlyozott az a csoport. Itt most még csapatról tudunk erényeket és aggályokat is felsorolni. Igen, látjuk azt, hogy a hollandoknak mik voltak az erényeik. A harmadik mérkőzésen viszont komoly gátja lehet az ő teljesítményüknek az, hogy kb. 3 emberrel játszották végig ezt a 260 percet a középső zékbe, középső pozíciókba. Legtöbb esetben védekezik a Smith is, a Bayern is, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért ebből lesz ott még probléma, hogy fúj a szufla. Szerintem azért a portugáloknak még így is nagyobb merítési lehetősége van. Jó, eddig nem mutattak túl sok szépet, de azért ők tudták rotálni a csapatot, tehát kvázi elképzelhető frissebbek. Lehet, hogy a motiváció hiányozni fog. Lehet, hogy válogatott szinten nem biztos, hogy az nem ilyen motivációt, hogy egy újabb mérkőzésen fölvehetem azt a válogatott mezt, ki tudja. Hát meg ugye, én ami inkább a második... Ja igen, csak azt én akartam a még magyar mérkőzésre vagyok.
Ja, csak annyit akartam így zárójelben, hogy, na, csak sikerült, szóval, hogy annyit akartam így zárójelben, hogy meg esetleg, ami még itt szempont lehet, hogy a hollandok eddig ugye teljesen tét nélkül játszottak, és most meg ugye nekik a győzelem az továbbjutást érhet, tehát hogy talán még ez lehet egy szempont, bár eddig nem olyan hozzáállású játékosoknak tűntek, akiket ez majd gúzsba köt, de kapaszkodjunk az összes szalmaszálba, tehát... Amíg van szufla, addig menni fognak a hollandok is egyébként, de szerintem a portugálok is, higgyétek el. Viszont én abban viszont maximálisan egyetértek a Tomival, hogy viszont nekünk morzasztó nehéz dolgunk ez az izlandi csapattal, és lehet, hogy egy picit elvakította a közvéleményt is, a komolyabb szakírókat is, az elmúlt egy-két tornának az izlandi teljesítménye. Ugye beragadtak a csoportba, hanyadikak lettek, 20-ak lettek talán a VB-m, talán. Most például nem emlékszem. Igen. És elvakított bennünket, de gyakorlatilag itt az történik, hogy egy komplet generációváltás, egy-két mohikán van a régi közül, de gyakorlatilag itt van egy rendkívül fiatal garnitúra, amelyek már a legjobb csapatokban edződnek, és hát évről évre jobbak lesznek, és ennek most is tanúbizonyságát adják. Nagyon-nagyon veszélyesek lehetnek, bár azt hiszem, hogy a közös fórumunkban te beírtad már, Martin, hogy talán az ő játékok egy picit azért jobban fekszik nekünk. Igen, én valamire ezt érzem egyébként. Igen, nekünk a középtávon az izland ellen egészen jók az eredményeink, és többek között azért is, mert ők lehet, hogy nagyon-nagyon kreatív és nagyon szép, gyors kézzel játszanak, de talán ő lennük hatékonyabban mi általunk folytatott védekezés. Igen, abszolút. Ez abszolút egyetértek. Én is így látom, eddig igen. Mi vagyunk ilyen izlandmumus eddig azért, úgy általában. És ez sem véletlen. Ki a lépés. És ez sem véletlen azért van, valószínűleg, mert lehet, hogy mi ez ellen a játék ellen vagyunk erősek. Igen, egy pár percet, akkor beszéljünk még gyorsan a többi csoportról is. Egyébként, amit szerintem meg kell jegyezni, hogy ugye mindig szoktuk kritikával érteni ezeket a létszámbővítéseket minden sportágban, de szerintem a férfi ebben nagyon-nagyon jó ezzel a 24 csapattal, és ezzel a lebonyolítással, hogy csak két csapat jut tovább, mert nem nagyon van olyan csoport, ahol még az utolsó fordulóban a továbbjutásért menne a küzdelem, tehát hogy itt izgalmas meccsek várnak meg, például ma is ez a Montenegro-Szlovénia is lehet egy olyan, amin a továbbjutás múlik, ugye a mi csoportunkról beszéltünk, a francia-szerben is sok múlik, szóval jó meccsek vannak még hátra. Igen, én azt gondolom, a 24-es bővítés tökéletesen jó sikerül, és teljesen élvezhetőek a meccsek. Van egy-két csapat, aki kilóg lefelé, azt tegyük hozzá, például az ukrán csapattal nem nagyon voltam kivéve, láttam őket kétszer élőben. Nem azt mondom, hogy nincs itt a helyük, de most azért ők elég halovány teljesítmény nyújtanak, de azért van ott még a szlovákiai csoportokban is egy-két csapat, aki lefele tendál például. Hát a szegedi csoportnál annyit kell elmondani, hogy a franciák ugye eddig jól játszottak, eddig nagyjából mindenki attól tartott, hogy ők majd tartalékosak lesznek. Hát ha valaki azt a keretet végignézi, az akár most is azt mondanám, hogy egy döntő esélyes csapat, még így is. Hát igen, ott elég mély a merítési lehetőség, tehát hogy kiesett egy Remili, de szegények ott maradtak egy Tikamemmel, vagy egy Melvin Richardsonnal, vagy egy Bosszal, aki kiválóan játszik a Montpellierbe, tehát hogy azért annyira nem kell sajnálni őket, vagy ha nagyon-nagyon ég a ház, akkor egy Valentemport is be tud segíteni a kettővel, akinek már van egy-két érme, szerintem. Van egy-két új név, egy-két friss arc, például szerintem Nahi csodálatosan játszik, Deszka ugye nem új keleti játékos, hát szenzációs meccsei voltak neki is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a francia válogatott úgy van 4 ponton, hogy az egyik meccsen még például a Karabaticsot is tudta pihentetni. Tehát nem is került pályára. Szerintem keretbe se. Már nem emlékszem rá pontosan, nem volt pályám. Amiben a franciák mindig híresen jók voltak, hogy az elején picit olyan döcögös, vagy úgy pihentetős, aztán a végére belemelegednek. Jó, igen. Hát én például vártam a többi csoportba például, amikor összeszedtük a tornán előtt, hogy ki mit vár a tornától. Hát én próbáltam mondani, hogy hát talán az osztrákok kiugorhatnak ebből a szürkeségből, és talán egy kicsit meglepetést okozhatnak. Hát ők úgy néz ki, nem fognak. Úgy néz ki, hogy a lengyelek és a németek azért azt a csoportot szépen fogják venni. Szerintem jól menetelnek a dánok is.
A svédek és a norvégok azért ott van egy kis leszketés, én azt gondolom az ő helyzetükben. Azért bármelyik csapat, hogyha úgy alakul, kicsit bal szerencséjük van, akkor kizúghat most a következő körben. Ugye a norvégok azok az oroszoktól kaptak ki, a svédek ugye pedig a spanyoloktól maradtak, a spanyolokkal maradtak alul. Igen, igen. Megmondom, én egyébként erről is már beszéltünk így az előbeszélgetés során, hogy én ezt a Montenegró-szlovén párharcot se ezen futottam, hogy ott is, ha a montenegróiak nyernek, akkor tovább mennek, és Szlovénia kiesik, és ezt egyáltalán nem látom egy elképzelhetetlen forgatókönyvnek, még akkor is, hogy nyilván keret szintjén, de azért a szlovénok azok azért elég erősek, és tel is vannak BL játékosokkal, de azért a dánok ellen is tükör simán kaptak ki, tehát hogy azért ez a válogatott sem néz ki most a legjobban. A szlovénoknál is nagyon érdekes kérdések merülnek föl, szerintem. Ugye vannak posztok, ahol óriási a merítési lehetőség, tehát szerintem bárki fejből 4-5 irányító játékos fel tud sorolni, hogy bármelyik válogatott elfogadná bármelyiküket szinte a keretébe. Ellenben viszont vannak pozíciók, ahol mondjuk kínlódnak, mert nincs megfelelő alternatívájuk. Jobb átlő. Például. Igen. Szélsőből mindig jól álltak, irányítóban mindig jól álltak, és talán a kapusposzt az, ahol szerintem gyengelkednek picit a szlovénok. De, hogy mondjam, tehát így azért nehéz építkezni, de ki tudja. Nem tudom, Blagotinsek egyébként kezdő ott a beállós pozícióban, támadásban? Szokott, igen. Igen. Igen, igen. Igen, akkor nincs már sok időnk hátra, csak egy gyors cippelést azért még engedjünk meg magunknak. Mit vártok? Tehát akkor úgy kérdezem, hogy egyrészt tippeljük meg az izlandi meccs végeredményét, másrészt meg az, hogy tovább jut a magyar csapat. Én azt gondolom egyébként, hogy meg lesz a 3 gólos győzelem és a továbbjutás, viszont nem fogunk pontot vinni, mert Hollandia is nyert Portugália ellen. Egyetértek. Tehát ti kieditek Izlandot mind a ketten. Igen. Jó, akkor én meg azt mondom, hogy legyen úgy, hogy a magyarok is az Izland megy tovább. Jó? És viszont pontot. Jó, legyen. Jó, és akkor nem ugyanazt tippeltük. Elfogadjuk, Timi, figyelj. Ez nem újra a boldogságod. És igazából miért lehetne a portugál mérkőzés egy jó X? Hát igen, vagy Márti is. Úgy. Megdolgozik a magyarországi szerződésért, nem tudom, kérek be lehet bízni. Egyébként egész jól játszott ellenünk sajnos, ezt oda kell tenni, pedig előtte ugye epizódista volt az első meccsen, de ellenünk azért a 85 gólt is szerzett, és jól szervezte a játékot. Még az ő kettes védekezése is olyan, hogy bár ne lenne, tehát... Szerintem gyerekek, még mielőtt elbúcsúzunk, emlékezzünk meg valakiről, aki tegnap hős lett. Reméljük majd meghallgatom az adásunkat. Nem, én a Nász Nikire gondoltam, aki az évad képét készített a lelátóról. Igen, és nem is hivatkoztál a Nemzeti Sport, igen, tehát hogy élete képét igen, nem hivatkozták le, de mi büszkék vagyunk Nikire. Azt gondolom, hogy ez eddig szerintem a legnagyobb hatású képe, úgyhogy köszönjük szépen neki, és innen puszíjuk az adásból. Igen, így igen, van. Igen, igen, igen. Óriási gratuláció, neki szenzációs képei vannak egyébként. Bizony, úgyhogy Nikit is szeretjük, a magyar válogatott, úgyhogy reméljük mindenki boldog lesz holnap. Igen, majd jelentkezünk. Igen, sziasztok. Hajrá, magyarok. Köszönjük a figyelmet. Hajrá, magyarok. Sziasztok. Sziasztok.